Szüretelik a szőlőt a villányi borvidéken csütörtökön. A hegyközség elnöke, a birtok tulajdonosa azt mondja, a korábbi években ilyenkor kezdték ezt a munkát. A dátumot nézzük, a naptárat nézzük, régebben ilyenkor, tehát kezdődött a szüret, most viszont már a végén tartunk, Cabernet Sauvignonokat, franokat szedjük helyenként, egy kis merló is kint van, de egyértelműen az utolsó fázisba lépett a szüret most már. A szakember azt mondja, nagy kihívások elé állította őket ez az év. Az asszály meg a nagyon erős napsütés megtette a hatását, elég kis termésmennyiségek kerültek be a pincébe, olyan 70-80% helyenként 50% csak mint a tavalyi termés mennyiség. Ez nagy mértékben függ a termőhelytől, fajtától, melyik mennyire volt érzékeny. Nagyon magas mustfokkal értek, itt az asszály is, nem csak hogy a cukorképzés, hanem a koncentráció miatt is ez fokozottan megjelent, még helyenként szinte kényszer érett szőlő, hogy nem volt tökéletesen érett, de a töppedés miatt a cukor azért extrém magas volt. Épp hogy Szabó István szerint a megszokott munkaritmust borította fel az időjárás, illetve a hőséggel a feldolgozásnál is meg kellett küzdeni. A borkészítésnél a hideg energia az nagyon fontos, tehát le kell hűtenünk a mustot, a cefrét is, az eredés hőt termel, és annak az elvezetéséről is gondoskodni kell, tehát a meglévő hűtési kapacitások nagyon-nagyon vékonyan voltak elegendőek, osztani kellett a tartályok között az energiát, hogy melyik mennyit kap. Úgyhogy a tér is sok helyen kevés volt, az eresztő tér, ugye van egy megszokott ritmusunk, a fajták egymás követik az eresztés folyamán, és most minden összeér gyakorlatilag. Tehát lehet, hogy valaki szedte volna a szőlőt, mert szedni kellett volna már. Borász megítélés alapján viszont nem volt hozzá eresztő tér, várni kellett a szürettel. Erre nem voltak felkészülve a borászok. A kapacitások bővítése nagyon sokba kerülne, mondja a borász, aki szerint ennek ellenére finom italokat kóstolhatnak majd az idei termésből a fogyasztók. A meleg idő, száraz idő azért összességében nekünk sokkal kedvezőbb, mint egy csapadékos, hűvös év. Tehát jó borok fognak készülni, sok kihívás volt borász szemmel, de fogyasztói oldalról nézve nem lesz az égvilágon semmi gond az évjárattal, tartalmas, koncentrált, nagyon szép borok, még jó sav is meg lesz ennek kapcsán, koncentrálódott minden benne, úgyhogy reménykedve tekintünk előre az új borokra. Még nem tudni pontosan, hogy mekkora mennyiséget gyűjtöttek be a szőlősgazdák a bogyós gyümölcsből. A számokat most várják, épp hogy Szabó István szerint azonban nem kell aggódni a mennyiség miatt, mert vannak tartalékok a pincékben az előző évekből. Ráadásul az adatok szerint visszaesett a borfogyasztás hazánkban. Ez hatással van a villányi borvidékre is, ahol 2400 hektáron művelnek szőlőt a gazdák. Ezt a területet két hegyközségre osztották, fele-fele arányban. Így a Tenkes hegyközség tagjai 1200 hektáron művelnek szőlőültetvényt.